átadnám akkor Horváth Tamás úr és Orbán Viktor miniszterelnök úr gratulációt. 95. születésnapja alkalmából díszoklevelekkel és egy üvegborral köszöntötte a napokban Hóka László Rákos Csaba újtelepi lakost, dr. Bakos András alpolgármester és dr. Pilát Károly önkormányzati képviselő. Hóka László Galgahévízen született 1929. augusztus 10-én, Pécelen kezdte meg az iskolai tanulmányait, végül Gödöllőn fejezte be azokat. Később a MÁV-nál helyezkedett el, ahol 30 évig dolgozott. Az ünnepet kifejtette, a belvárosból költözött Rákos Csaba új telepre, korábbi házukban több mint 30 évig élt családjával, a feleségének és fiának halálát követően változtatta meg lakóhelyét. Laci bácsi továbbá elárulta, korábban fontos szerepet töltött be az életében a néptánc, jelenleg pedig gyakran tölti kertjének gondozásával a mindennapjait. A kicsi kertészet is, ugye most az utóbbi, ugye leszettem egy két láda szőlő ezen a kis darabkán, ugye, meg akkor a gyümölcs, ugye, akkor a körte, alma, minden. Hát ez élteti az embert. Én nagyon-nagyon szeretem ezeket a dolgokat, és tényleg oda-vissza alapon, ha lehetett, mint a szomszédoknak, minden nagyon szívesen adok meg minden. Ha van olyan dolog, amit én ugye termeltem, meg ültettem, de ez az éltető elemem. Hóka László a hosszú élet titkát a nyugalomban, az átgondoltságban, a tiszteletben és a szeretetben látja, ugyanis, mint fogalmazott, a szeretet a legcsodálatosabb dolog a világon.